Mindenkit sok szeretettel köszöntök, a mai nap elkezdünk foglalkozni az adatkötés alapjaival, és megismerkedünk a List View UI elemmel, és ezen keresztül fogjuk átvenni, hogy milyen is az adatkötésnek az alapvető folyamata, hogyan is néz ez ki Android rendszerében. Mielőtt belemennénk a gyakorlatba, nézzünk meg egy nagyon rövid kis prezentációt, hogy hogyan is épül föl Az adatkötés folyamata Android rendszerében. Az adatkötés alapvetően három fő része bontható az Android rendszerében. Először is van egy data source-unk, ez lehet egy kurzó objektumunk, egy array list, egy SQLite adatbázis, egy XML vagy egy sima szöveges állomány. Ezekből az adatforrásokból kiemelt elemeket szeretnénk megjeleníteni a felhasználói felületen, mondjuk a legtöbb esetben mobil operációs rendszerek esetén egy list view-ba. Ezeket fogjuk nevezni adapter view amelyek képesek lesznek megjeleníteni azt az adatot, amely Melyet az adapter szolgáltat a számukra. Az adapter az a komponens, amely kapcsolatot teremt a data source és az adapter view között. Ha adata van szüksége a view-nak, akkor az adapter fog elmenni a data source-hoz, kiemelni a szükséges elemet, előkészíti azt a megjelenítése, átadja az adapter view-nak, és a szépen meg fogja jeleníteni a UI elemen. Nézzük meg ezt a folyamatot egy kicsit részletesebben. Tehát igazándiból csak el tudom ismételni azt, amit előbb mondtam, de talán itt már szemléletesebb lesz, részletesebb. Tehát van egy adaptívjunk, ami mondjuk most a példánkban egy list view. Ebben vannak data itemek, és ezekhez hozzá van rendelve egy nézet. Ugye ezeket látja a felhasználó felület. Ha szüksége van a list mondjuk a görgetés miatt egy új eleme, akkor egy view kéréssel elmegy a data Adapter. that has A data adapter pedig elmegy a data és kiveszi azt az elemet, amelyre szükségünk van. Majd ezt az elemet előkészíti, betölti egy view-ba az üzleti logikának megfelelően. Miután előkészítette ezt a list item view-t, ugye az esetünkben, visszatér ezzel a view-val, és átadja azt az adapter view-nak, tehát a list view-nak, és megjeleníti szépen azt a felületen. Lehet látni, hogy nem nem egy egyszerű folyamatról van szó, nem egy pársoros kódról van itt szó, de igazándiból könnyedén átlátható a logikája, és nagyon szépen lehet kontrollálni az üzleti alkalmazásunkat. Miután áttekintettük az alapvető elemeket, nézzünk meg egy nagyon egyszerű példát, hogy hogyan is működik ez az egész folyamat a valóságban kód szinten. Ehhez bevezetjük az list-activity fogalmát. Ugye az activity-vel már találkoztunk, most a list-activity-t fogjuk megismerni ugye ez egy olyan osztály, amely tipikusan egy teljes képernyős lista megjelenítésére szolgál. Az, az activity-től megszokott képességeken kívül a list activity alapértelmezetten tartalmaz egy list view-t, ugye ez egy adapter view lesz, amelyet a list view tulajdonsága lehet lekérni a list activity belül. Ezen kívül szükségünk van még egy adapterre is, ez is implementálva van, list adapter néven. Tehát ez az activity egy olyan egy speciális activity, amely már tartalmaz egy teljes képernyős list view-t, és hozzá van csatolva egy list adapter is. A list adapter tipikusan egy base adapter osztályból leszármazott osztály, amely tartalmazza az elemeket, objektumok listáját, felelős egy új elem hozzáadásáért, eléréséért és tördéséért. Ez a mi esetünkben már implementálva van, később fogunk csinálni saját adaptereket, és akkor ugye ö, sokkal jobban lehet majd érteni a működését is ennek az adapter osztálynak. Ami még nagyon fontos, hogy itt kell megadnunk, hogy a lista egy sorában egy elem hogyan rajzolódjon ki. Természetesen itt egy felhasználói felület részt kellene definiálnunk, de ezt is már egy kicsit előkészítették az Android fejlesztőknek, hiszen nagyon sokszor csak arról van szó, hogy pár szöveges elemet kell listás nézetbe megjelenítenünk, és ne kelljen mindig ezt a. Azért mondjuk ki, kicsit macerás folyamatot a nulláról kezdenünk lekódolnunk. A példámban egy nagyon egyszerű listát fogunk megjeleníteni, és amikor kiválasztunk egy elemet ugye a listában, akkor egy tózban meg fogjuk jeleníteni a kiválasztott elemnek a tartalmát. Mielőtt ezt lekódolnánk, azért röviden a programkódot is bemutatnám hiszen itt szépen össze van foglalva minden, amiről eddig beszéltem. Ugye a main activity-nk a list activity-ből lesz leszámazva, ezért már nekünk lesz egy listünk, meg egy list adapterünk, az item tömböt létrehozunk, szövegeket fog tartalmazni, ezeket fogjuk megjeleníteni a listába, majd ugye létrehozunk egy új array adaptert, ami szingeket kezel, és ami nagyon fontos, hogy megadjuk, hogy egy elem hogyan rajzolódjon ki a lista nézeten belül, itt egy Android előforrás layout elemre hivatkozunk, ami a Simple List Item van. Névre hallgat, ez egy sima, egysoros szövegnézet. Tehát ezt sem kell nekünk elkészíteni, hanem az Android rendszeréből fogjuk kibogarászni. Legvégül ugye az adapternek át kell adni az elemeknek a tömbjét. Ahhoz, hogy elérjük azt az eseményt, amikor a felületen a felhasználó kiválaszt egy elemet a listában, fölül kell definiálnunk az onListItemClick Item Click metódust. Itt megkapjuk a listában kiválasztott enem pozícióját, ez alapján a tömbből kivesszük a szöveget, majd dobunk egy toast üzenetet. Azt gondolom, hogy nagyon tömören és szépen bemutatja ez a példakód az adatkötés alapjait, de sok mindent el is rejt a érdeklődők elől, ezért később ugyanezt a példát részletesebben ki fogjuk dolgozni. Itt igazándiból csak egy gyors Bemelegítésről van szó. Akkor most menjünk is a Visual studio és készítsük el ezt az alkalmazást. Itt vagyunk a Visual Studio-ban, nyitunk egy új projektet. Android. Hát, legyen az a neve, hogy Simple List. Van. Oké, Okézzuk le, létrejön a projektünk. Nekem már be van töltve az emulátor is. Igen. Jó. Amivel szoktuk kezdeni. Hogy az activity az egy main activity ez nem egy activity lesz, ez sima, hanem egy list activity, lehet látni, nincs semmi gond. A példakód kódját kidobjuk. Ugye, nem tesszük most be a saját main UI-unkat hiszen ez nem lenne jó. Majd el fogjuk készíteni a saját megoldásunkat is. És azt mondjuk, hogy létrehozunk egy string tömböt, items, névre hallgat. Az items az egyenlő new string így, és itt most egy kicsit csalok, mert előkészültem a szövegelemekkel. Egyébként a Samarin oldaláról származik ez a nagyon egyszerű példakód. Jó? És ha most lenyomjuk azt, hogy this, ugye, hogy mi, akkor láthatjuk, hogy van olyanunk, hogy list adapter, meg list view. Ugye a list activity-nek már van egy UI eleme, egy view-ja, ez egy teljes képernyős list view. Ezzel fogunk majd dolgozni. Ö, dolgozhatnánk, de most nekünk ugye egy adapter kell, hiszen ez már készen van, list adapter, egyenlő, new, Array adapter stringekkel fog dolgozni. Jó. Csak azt mondja, hogy context this jó, nézzük meg, hogy miket kínál, kínál még föl. Nagyon jó. Int. Most kell megadnunk, ugye, hogy egy eleme hogyan rajzolódjon ki a listás nézeten belül. Android resource, layout, na és akkor most jön az, hogy simple, list, item 1, jó, és a végén átadjuk a string objektumokat, ez pedig nem lesz az, nem lesz más, mint az items, bocsánat, így, és készen is vagyunk. Ma egy kicsit összehúzom a kódot, igazán igazándiból ennyiről van szó. Üh, igazándiból megtehetnénk azt is, hiszen a list view-nak az adapterébe kéne beállítanunk ezt az adaptert, hogy nem a list adapterbe, hanem a list view pont adapterbe állítanánk be, megnézzük majd ezt, és ugyanazt az eredményt kapnánk, hiszen a list nak be fogja automatikusan állítani a list adapter az értékét. Tehát ezzel most nem kell foglalkoznunk. Ami még fontos, hogy fölül kell írnunk, hogy override on click on list item click metódust. Így, -ni itt megkapjuk ugye a pozíciót. Ezért csinálunk egy olyat, hogy string text, ugye, a kiválasztott elem szövege, az items tömbnek a position elemét fogjuk kivenni, majd toast, make text, átadjuk a kontextust, hogy this, jön a szöveg, hogy text, jön a toast length, hogy mondjuk long, és a végén pedig ne felejtsük meg hívni a show metódust, hiszen ekkor fog megjelenni. Igazándiból ennyi is a példakódunk, meg kell néznünk, hogy mindent jól csináltunk-e, indítjuk, és hát reményeink szerint semmi gond nem lesz, hogyha az emulátor is úgy akarja, Igen, mindjárt meg lesz. Így van, bejött a példakódunk, itt van a lista elemeit láthatjuk, és ha valamelyikre rányomunk, akkor szépen egy toastba megkapjuk a kiválasztott elem, szöveges tartalmát. Ennyi lenne ez a példa videó. Nagyjából átnéztük a legfontosabb fogalmakat, kódrészleteket. A következő videóban ugyanezt fogjuk elkészíteni, csak részletesebben, hogy még jobban átlássuk ennek az egész adatkötésnek a folyamatát. Köszönöm a figyelmet!